Na, hello, sziasztok, Űrva csatornán. Hát még mindig beteg vagyok, úgyhogy bocs az előző részben a hangért, és köszönöm szépen, hogy küldtétek, írtátok a kommentekben, hogy jobbulást. Na most az a szituáció, hogy arra gondoltam, hogy egy ilyen fullnapos küldetésezés legyen, és akkor még valamit mindjárt is fogok mondani, hogy ez hogy fog zajlani, meg még ráadásul megbolondítsuk még valamivel. Figyeljetek, vigyünk már ilyen sonkás tojásokat, mert ezek tök jók, meg ezt a tüzet, ja, még egy, azt megvárjuk. Ezt kigapcsolom, ne égessünk el az összes szelet, mert annan ne égetek minden szelet, gyerekek. Igen. Nem megyünk küldetésezni, és akkor éjszaka 10 óráig. Nagyon pacekul, nagyon gyorsan megpróbálunk küldizni. Figyeljetek ezt a időt, ezt mivel tudom megjavítani, milyen idő van. Aj, nem idő van, ezt mindig összekerem. Ja, ezt nem hiszem, hogy meg tudom javítani. Valaki írt. Gáspár Péter küldött egy időt. Nem, másik irány. Bazza, ezt be fogok ebbe keveredni, balra elvileg, ugye? Ki kell táblázni. Ja, és akkor csinálunk egy full küldetésös részt. Szar széjjel verünk minden, de ilyen nagyon progresszíven megpróbálunk. Jó, ezt majd később betulom. És akkor éjszaka megcsinálunk egy nagyon izék részt. Egy full build-es részt, jó? Úgyhogy mindenki megtalálja a szerencséjét ebben az egészben. Oké. Veressük neki. Nagyon, megpróbálok tényleg nagyon gyorsan lenni, minél több küldetés megcsinálom. Legnagyobb probléma egyébként az, hogy rengeteg, hogy mondjam, figyeljetek, van egy nagyon nagy ötletem, halál komolyan most. Figyeljetek, meg fogjátok látni, hogy mit talált ki a Keeper. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog nektek. Csinálunk egy izét, egy ilyen boxot, és ezt Jerry környéken, ahol mindig bemegyek, azt lerakom. És akkor nem az van, hogy mindig a vissza kell mennem, ugye? A bázishoz. Szerintem ez egy tök jó megoldás lesz. Próbáljuk meg valamennyire hatékonyak lenni ebbe a részbe. 9 óra, hát már kezdhettük volna előbb is. 11%-on van a becekle, gyerekek. Úgyhogy meg kell javítani, vagy különben gyalogolás lesz. Azt nem tudom, azt meg idén írtátok meg, hogy ez így full kakuk lesz neki. Vagy pedig... Nem, hiszen nehogy pont ott érted, ott fúrja át magát a hülye képen, ahol izé van egy oszlop. Hallod? Na, merre követni, mit kell csinálni, de mit kell fölvenni a lajtornyán? Hát dehogy nem, ezt már Joe ez kitanította. Jó. Figyeljetek, mindent tisztelünk, mert igazából minden kell. Még a műanyag is. Kell, lehet, hogy még lehet csinálni egy víztárolót, tudod, azt akkor... Vízgyűjtőt, és akkor... Ez volt, ez live-ban volt ez a hely is, vagy ez az épület. A kurva, erre nem emlékeztem, bazd meg. Hogy ilyen fönforgások lennek, és akkor elvileg a villanydróton lehet fölmenni. Jaj, de jó, hogy nem kiszakad volna a lábam. Egyébként jó, biztos nagyon izgik ezek, meg nagyon kreatív volt a készítő, aki kitalálta ezt a dolgot, hogy ilyen helyeken kell bazd ugrálni, de... De hogy a szeme álljon meg, na. Hogy a platformos rohadt életbe. Na, siker. Siker, pénz, csillagás. Végig lehet menni a drót kötélen, gyerekek, mert ott volt valami. Cső, villanyvezetéken közlekedünk, hallod? Tiszta artisták vagyunk. Az artista az mivel? Az art művészet nevű szóból ered vajon? Nem gondolkoztatok ezen még? Végén is soha. Csak most jutott eszembe. Ha, pók, halló! A fejemben van a pók, halló. Na, figyeljetek, rohadt progresszívek legyünk. Ez általában ilyenkor fölmegy, lemész, aztán már ott is vagyunk, a zombi. A zombi hegyek már gyűnek is. Na, gyertek gyerekek, mert Keeper kurva kemény. Jó van, te is dodzsoltál, gyert, én is dodzsoltam, most legalább vagyunk, tesó. Eszett, lábadat levágja. Hát ez nem az a hangszer. Na, ja, kaptam mindjárt egy pofont, viszont bírjuk mind a szar. Na, de leugrunk, biztos kiló zombi. Jó, itt sok zombi lesz, szépze be, buré. Baszdmeg, milyen zombi volt. Na, még azt kikölött nyitom az ajtót, nem volt elég bajom. Öcsém, mi van itt te, buli volt? Lángoló! És már az egész, az összes lángol. Elintéztem. Na, megnyugodtatok, hogy valami legyen? Öcsém, mi van itt? Nagyon komoly helyzetek vannak.
Mit körítte szétverni? Semmit? Nincs, hogy semmi, bazeg, csórog vagytok. Ezért gyűjtem ide, érted, vendégségbe, hogy valamit zsírt adtok, bazzel izébe. Mosogatom, mert szerintem a szifonból szedtem ki, tudjátok, amikor házi azt, hogy beleengedi, aztán tele van. Volt már olyan, hogy biztos volt. Na. Zárt ajtókat találok mindenhol. Jó, egy új, újságot elolvassuk. Gyerekek, ki leszek tanulva mind az állat mindenből. Na, ha merre követni általában, akkor megyünk le. Látjátok, lefele. Kurva élet, bazze. Hát megrohant a csávó. Gyere ide, Hellea! Fuss a fölépcsőn! Lapát a szád, bazze. Komolyan mondom, mik? Futkorászás az megy. Hallod? Fúj jobb gombbal ütöttem öcsöm a csávot. Tehát ilyen power-et akkor vertem rája. Aztán izé volt, mégis kemény volt, mint a video. Mindenhol ilyen zárt ajtók vannak itt, gyerekek? Nem hiszlek el benneteket. Figyeljük, rendes ember. Le leszek csezve, elhagyok valamit. Lootot. Na, ennyi volt. Megtörtént az esemény. Lehetne ilyen izé, ilyen mód, hogy mit tudom én az ilyen... Mi be tudod állítani, miket vegyem föl, nem? Jó, oké, tudom, hogy még a rohadt hús is nagyon hasznos, de nem tudom azért. Néha úgy érzem, hogy a szopatáson vagyunk. Ezt meg megeszem. Mondtátok, egyek meg mindent egyből, azt akkor nincsen rá gond. Meg... Bocs, bocs! Beteg a képer, mint az állat. Nem tudom, aki ezelőtt részt nem látta, azt most már tudja, vagy elmondom neki. Dögrováson vagyunk keményen. Hallod itt. Hoppá! Egy a biztos, gyerekek, és azt le... merem állítani. Hogy? Merem állítani, hogy régen nem volt az, hogy a 20. napon majdnem fut minden is, érted? Hallod? Ja, mert ez ilyen infected. Aha. Infested. Ja, infested. Zone. Ja, mert ez ilyen zone. Azt a rohadt, ilyen küldetés. Kemény szituációk vannak. Na. Meg akarnak hágni. Keepert meg akarják hágni. Na, kávé-bávé. Kávé a legnagyobb barátom, gyerekek. Kója oldom. Oh yeah, valami van ott? Ott volt a titkos dolog. És a képen észrevette. Látod? Ja, pont arra beszéltük live-ba. Hú, tüsszentés lesz, fedezék be. Elnézést. Betegen videózás. FTV. Ilyenkor rendesen fáj a melkasom, komolyan mondom, nagyon ki vagyok. Na, mit kövék csinálni? Vissza trader verni. Na, mit akartam mondani? Hol a biciklém? Ja, live-ba pont arról beszéltünk a srácokkal. Ki kell fújnom lózimat. Hogy azért, aki régóta játszik Seven Days to Die-t, te, mi a befalaszták a hizet? Ja, mert befalazódott, amikor újraindítottam a küldetést. Neki régóta játszik Seven Days to Die-t, azért így kb. Ismeri az összes épületet, ha csak nem valami új került be éppen. Aztán az azért nagy segítségben, konkrétan tudod, hol vannak a lootok, meg mindent is tudsz, nem? Ja, csináljuk, lerakunk egy boxot, egy dobozt, és arra fogunk pakolni. És akkor a végén meg akkor tudjuk szortírozni. Mert egy csomószor ugyanazokat lootolod, és akkor úgyis egy slotra kerül, érted? Erre gondoltam, ezt saját magam kitalálta, képen ilyen okos volt mába. Csak ma, basszus, reggel 10 van, megittam 8 liter teát, hallod? Bezeg, rendesen érzem, hogy milyen az, amikor fertőzött vagyok itt a szövendészbe. Most egy ilyen fertőzést be kéne nyalnom. Figyeljetek, a főbájárathoz rakunk egy ilyen kutyaszart, és akkor abban kipakoljuk az olyan dolgokat, amik nem körlenek, jó? Na mi van? Hol rakjuk? Ide. Mekkora ötlet, ugye? Például, ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell.
Ez se kell. Valamint a küldetésünkhöz nem kell, úgy értem, érted? Most fölöslegesett te hurcolásznom magamba. Nem? Minek? Krumplisek. Jó. És akkor már is megvan oldva a probléma. Ezt mindig ide pakolom. És akkor nincs is messze a bázisomtól se. Majd áthurcoljuk egybe. Úgyis tényleg egy slotra kerül minden. Csak ez a becekli, nem tudom, az mivel tudjuk javítani a beceklét? Várjál. Föl kéne vennem, ezt akkor elvileg írja, nem? Hol van a javítás, Duku? Sima javító készlet, hogy mi lehet, gyerekek? Jó, van, nincs semmi baj, minden oké, mit kell? Ezt kapjam. Azt írjátok egyébként, hogy mindig ezeket tanuljam meg. Ja, hát ez pont nem annyira jó nekem, de hát többit azt meg ki tudom farmolni, érted? Vagy egy munkát? Szóval, hogy meg két méter, ezt szeretjük. Nem utogass el, kezedet tetöröm. Hol a bicikli? Csak ez a bicikli téma? Ja, mert felvettem. Jó. Nem is rakom le most, mert itt van konkrétan pont mellettünk ez. Úgyhogy már megyünk is. Hol a bicikli? Aztán felvette. Jaj, jaj, jó, ez nem kell visszavenni, ezt szeresi a keeper. Szeretik a pulyhák. Együnk egyet, ígyunk egyet. Ezt is megeszem. Együnk egy ilyen finomat. Ez olyan bufot rám ver, hogy töke kiszakad a csávónak, hallod? Tojásos szalonnás tojás. Pedig az tök egyszerű megcsinál, ezt nézd meg. Mennyi kaja, ízé HP regen, meg minden is, mindent is ad. Na gyerekek, hunköbe venni. Megint kereshessük a bejáratot. Itt ez. Ide zárva van? Nem hiszem el. Ablakok, ajtók, hátsó ajtó, faszod. Valami, minden zárva van? Megőrülök ettől. Na. Nem hiszem el, hogy minden zárva van. Most ez komoly? Egyébként ezt nem tudom megérteni. Ugye föl kell ugrálni. Jó, hát minden egy kicsi, ilyen kis logikai feladvány. Nem nekem való. Az leütöttem a izét, a kredencet. Gyertek ide, he! Kurva életbe. Ez mit csinál? Elesik be azért magába. Hallod? Eső kelsz, aztán én meg itt szenvedek veled. Na, nyugtatok meg. Jó, mert így folyamatos tudok lootolni. Mert ugye izé csavó. Csavó, bobó. Szemetes zsák, mit keres itt gyerekek? Hát ha rossz sem bevette meg, vigyétek le szemetet. Marinak a foszterje mögött meg ott van a izé, zsírlut. Zárva, nyilván. Budiba, bele, darab szar. Nincs, darab szar nincs. Na mi van? Gyereknek a szobájába? Bemegyünk. Figyelj, elugrik a szekrényből kölök. Ez biztos az asszonynál volt itt. Huncutkodtak. Szekrény elbújtatta, azt azóta itt maradt. 5 éve szegény itt várakozik. Hogy most akkor mi leszünk velünk? Mi lesz velünk? Na. Hogy subidubidubidu. Keeper nagyon ketet. TV. Television. Na, biztos le kell menni. Egyébként mindig a nyitott utakat érdemes követni, akkor nagyon frankon haladsz. Hello! Rendőr zombi! Fejedet szétütöm! Mögötted meg kettő csótány! Hogy? Meg a másik? Az kikecvereg még már onnan? Hogy ott jó? Akkor maradjál ott testvérem! Vek! Pence is van! Figyeld! Hopp! Kiütött a széklábát! Hű! Ez meg mi volt ez a nyugodtság itt, te hallod? Ez ütő mögött? Mi volt az a nyugodtság a ütő mögött? Mit gondolt a csávó? Mire számított, hallod? Hogy majd hátulról megölel, vagy mit szereted volna hátulról csinálni velem? Remélem, hogy azt nem. Jó, ez zárva van. Megyünk le pencébe. Súgy! Helyzet, gyerekek? Van itt fog valaki? Itt a barát, megy a gyúrás keményen. Ilyen gimbrok itt vannak. Ó, izé jó volt. Az jó volt. Kávé magocska.
Aki fölülteti, s mindig kávét iszik, a szeme kiesik. Biztos rohadt idegesítő lett folyamatosan görög, tényleg szó szóra érte. I'm not so fine. Csoki ne beszélj angolul, vagy spanyolul. Miért? Mert nem tudsz. Itt lesznek a kutyák. Főn alatt mindig van kutya. Meg kell tanulni. Na, gizmók. Jó van, pattansz egyet. Ne fussál! Fögyújtanak. És az airdropot dobta csá... Hát hányszor köl fel? A csávó. Na, most dobták az airdropot le. Én meg itt le vagyok a föld alatt. Megisztuk, megesszük, ne legyen itt nekünk fölöslegve. Egyébként elég jó íze, nem nagyon betegedünk meg újabban. Csak real játékban nem. De hol van a szopli? Följebb van. Most ide, ja, a lootért azért lejöttünk. A képer sodródik az árra. Ott van a izé. Fú, csoda dolgokat találtam. Ebben is van valami. Ez a baseballra most nagyon rámentünk, hallod? Most csak olyat találok, csak olyan szajraikat. Jó, más nagyon nincs, följebb van, úgy látom a... a szapli, amit össze kell gyűjteni. Hát innen meg hogy jövök ki, hallod? Megoldottuk. Kucs. Elvileg itt van mindjárt, várjál. Ott van valahol. Fönn a szekrény tetején, hát hogyne. Oké, meg itt ki is tudunk menni. A gyúrós helyen. Azt a meg is vagyunk, gyerekek. Caj, de jó voltunk. Ja, eldrop. Eldrop egyébként annyira kaki újabban, nem tudom. Csak én érzem úgy, vagy tényleg az? Nem tudom, tényleg. Én nem, valahogy úgy érzem, hogy nem annyira adja, mint régebben. Ja, a biciklibe is tudnék ugye pakolni, csak nem sokkal felrobbanik be az, mert 10%-os HP-ja van. Ja, egy üzét lett, a javítókészletet Jerry-nél megnézzük, veszünk-e. Egyébként tök sok pénzt tudunk keresni, mármint ez a küldetés az is azért egész jó lóvé. Jó, fullon vagyunk, kaja szint ügyileg is, minden szint ügyileg, szuper. És ilyenkor ugye, figyeld ezt okosan, már lehet így pakolni be. Ezt is elrakjuk, ezt is, ezt is elrakjuk. Ezt te vártál a megtanulni. Gurkorcsolyát elraktuk, modifikáció nem kör. Ezt is elrakjuk, ezt is, rugóbugó. Gyerekek, mindent is kiszorul. Ah, már nem fér, more. Jól van, ott rohadjál meg akkor. Gyerekek, komolyan mondom, el kell bennem húgyozni. De most halál komolyan, iszom folyamatosan a teát. Legyen az, hogy ez mintha beteg lennék, érted? Tényleg az vagyok, csak szoszorri, de nem hiszem, hogy újra kéne vennem ezt a videót. Meg nem is nagyon tudnám, úgyhogy el kell bennem pisálni. Úgyhogy addig nézegessétek Jerry-nek a csöcsait, vagy nem tudom, háttérbe éneklek majd közben, fütyülök. Jerry itt van, megvártam. Hello, bocsász. Hát igen, ez a betegen videózásnak a, hogy mondjam, varázsa. Hogy ilyen dolgok történnek, hogy kölök, meg pesárjárok. Na, ezt is megcsináljuk. Jó, megyek, ne idegessé. Inkább arról beszélj, hogy nincs véletlenül neked egy izéd. Egy javítókészleted, vagy valami. Figyeld, van ilyen-e? Ez jó. Meg water filter. Figyelj, 7500 az anyád dolaga. Viszont ez... ez nem rabzolom, meg ez. 1500, ugye több vizet tudsz gyűjteni. De igazából tök felesleges, mert csinálok még egyet, aztán akkor megvan oldva, nem?
Érted. Ja, viszont izé, javítókészletet kellett volna megnézni. És akkor biciklit nem tudom, azzal meg tudom javítani, reméljük. Búj! Meg el kell nézni, hogy nincs-e valami jó szőrszám. Ott van... Itt van az Iron Fire Axe. Csak egyes szintű, nem biztos, hogy nagyon megérné megvenni. Megint ugyanúgy járunk vele, mint a... tudod. Úgyhogy ezt... úgyhogy ezt nem vettük meg. Mi izét azt vettük? Javítókészletet vettük. Beceklit megpróbáljuk. De figyelj, hogy az anyámba kell ezt megjavítani. Ja, lehet, hogy le kell hozzá rakni, ugye? A beceklit. Na. Ja, nem le... Jenny-nél nem lehet lerakni, de testvérem. Nem szereti, hogy itt a beceklidés van. Na, javítás. Ó, meg is javítottuk. Hát, ja, nem maxra javítja, basszus. Egy javítókészlet nem maxra javítja. Na, egyébként kösz, hogy írtátok, hogy kattintok egyet, akkor tudom billentyűvel is irányítani ezt a beceklit. Mert egyébként az tényleg egy idegesítő volt, hogy csak egérrel. Viszont egérrel megszokod, akkor meg már furcsa, hogy nem azzal irányítod. Egérrel így pontosabban lehet. Na, 13-21 van. Az airdropot azt lehet, hogy felveszünk, de akkor, hogyha majd... Mert kiválasztunk egy olyan küldetés legközelebb, ami arra visz, jó? Megnézzük, hogy az merre van, az elvileg nyugat fele van Jerry-től, és akkor, akkor egyszerre kettő meg lesz. Viszont erre büszke vagyok, hogy ezt a dobozt leraktam, aztán ezzel így tudok így dolgozni. Na a gyerekek, hova követni? Mi ez itt ez a hely? Hát ez a baj, gyerekek. Hogy a keeper itt csinál. Na. Meggyűjtem testvéreim az urba. Tetőről ugorjál le. Nem? 400 olyat rávertem. Figyelj, zárva van ez meg. Egyébként ebben lehet jól út? Azt hittem, hogy vasbuvar. De nem. Vasbuvar! Ez paraszt. Jó, legalább közben tanuljuk a dolgokat. Figyelj, ez egy ajra, ez egy óra, bazza. Azért az többit beteg, nem? Most... A seggembe harapott. Azért az többit beteg, hogy egy órába küzdesz. Mondjuk ez nem túl EU-s, hallod? Ilyen vasbúvarnak itt lecsúszik a gyerek. Ez kizéként jön ki kockaként. Granulátum lesz belőle. Könyves polc. Komolyan mondom, itt a könyvek a legjobbak. Itt ez valami doktor úr itt rendelt. Ott van itt minden, mint a bucsúba. Szökrénybe, süsebbi. 2034-es naptár. Egyébként meg kéne nézni, hogy vajon 2034-ben a keepernek a szülinapja mikor lesz. Azt mondja, hogy milyen napra esik. A hajóval van. Nem mondom meg, hogy mikor van a szülinapom. Hogy vártátok mi? Valaki? Lehet, hogy nem. Öreg anyám! Kiszabadítottalak! Ne legyél hülye! Ennek még egy csubakkalgja volt. Felelősen megsajnáltam. Szomorkás lett a csávó. És akkor olyan kimentem gameplay közben ugyozni? Azért az Keeper az professional nagyon. De vagy a pecsön van, minden zárva van, testvérem. Hát így jöttünk be, ugye? Várjál, opciók az, hogy eljössz ide. Az nem túl erős. Nincs itt lószar se. Itt a izé van, itt a ez van, itt meg ez van. Ja, hogy ugra. Kis nyulacska. Zombi meg, majd jön a kamra. Biztos vannak, de én bátor vagyok. Azt a kurva! Képen nem vak, csak vakmerő. Bocsász. Kéne így jeleznem, hogy mikor fogok köhögni, hogy tudjatok fedezékbe vonulni, hogy fütyülök egyet, hogy akkor jön a cunami. Cunami. Hát de jó ez a játék, komolyan mondom, rá vagyok teljesen kettomba. Na. Itt van a foglalkoztató terem. Meg tudjuk tanulni, hogy kell ide gyurmázni. Jó, ez már egyébként volt, tudom, biztos most jön a lebaszás. De nem baj, hogyha volt, mert akkor kapunk belőle XP-t. Az gyűrű az, jó az.
Gyurma, fád vágni a gyerekek taruták, hogy kell? Megjött a óvónéni is, beugrott a sarokba vissza. Gumilabda. Ezek a gyerekek ezek egyébként. Na most ez mi, jóga? Gyakorlat? Kefe már vagy valami legyen veled. Te érzik, a dadák itten támadásba lendültek. Na! Ó, jújj, ezt régen tök szerettem, ezt ilyet szoktam használni, ilyen szökrényeket. Igaz, hogy nem fér bele három gatya, de na, epic jól néz ki. Subi, subi. Hú, bazza, mi a fasz van, gyerekek? Ezek csúnyán megszivattak minket, úgy érzem. Konkrétan leszakadt három réteg. Istent, leugrottuk a pincébe. Bírom egyébként, hogy ilyen kis üzei ki a scriptelt események szinte, ugye? Vagyis nem scriptelt, mert lehet, hogy nem scriptelt, mert egy ki van számom, hogy oda rávész, akkor be fogsz szakadni. És akkor izai van. És akkor cseszheted, mert még mész egy szinte lejjebb. Gyerekek, az utolsó időt szemetet is kilutolom, komolyan. Könyv az maza órában annyi van, mint a sár. Jó van, szeretik a pulyhák. Te, haler, ez csávó, ilyenkor mit érzed? Ki jött innen, azt elment arra. Haver! Azért gratulálok, ez valami villanyszerelő lehet. Hű! Big Mama, ez hogy van gyűjt? Hú, gyerekek, a maga jébó! Mi a fasz van itt? Jó, kösz. Ne ordéljá! Ki ordét? Csak ez a csávó, ez bírja mind az állat. Hallod, még mindig él. Na most, dobta el kanalat. Jó van akkor. Ez meglepő volt egy kis serem. Gyerekek. Meg akarták hágni a keepert. Itt lenne. Bírom egyébként, nagyon tetszik. Mármint, hogy ilyen... Ez meg mi? Itten? Ide zárták be a rossz gyerekeket? Vagy mi volt? Na mindjárt összeszedjük a lucskót. Nem lucskót, lutot. Lucsok az más. A lassabban degradálódó dolog. Ti ezt nagyon sokat használjuk a képe, azt akkor ide ezt berakjuk, hogy ne degradálódjon olyan lassan. Nem mint hogyha azon múlik, hogy milyen gyorsan degradálódik, de azért jó, hogyha nem fossa el magát mindig. Ott volt a hármas fémkalapács is. Múltkor most csináltunk nem tudom hányosat. Fiad, elektronika, itt az órában mindent tanítottak ezeknek. Szöröncsétleneknek. Itt meg ide jött a csávó, szét akarta verni ezt a domoszt. Konkrétan neki is áll. Most ilyenkor mit érez szerintetek az ilyen? Úgy gondolta, hogy széjjel ütti a domoszt. Bocs! Kéne kulcsnak lennie ilyenkor, de nem régen látom. Na jó, elmegyünk erre. Csiga lépcsőn föl. Akadálymentesített csiga lépcső. Öcsé, mi van itt? Kucs. Na figyeljetek, az a baj. Figyelj, oda van rangva, nagyon rafkósak voltak, tesó. Na ki kéne valahogy a válszorogni. Hol a becekli? Jó, hát ezt meg is oldottuk, gyerekek, egy az egybe, mint 41-be. Csak valahogy ki kéne venni. Jó. Akkor ezt letesszük. Return to trader, és hogyha nyugat fele kell, olyan küldetés kéne, ahol nyugatnak indul meg a keeper. Hú, az ezt mindig ide, mindig mondjátok, hogy ezt lootoljam. Aztán nem lootolom. Basza, mindig elfelejtem a nevét, meg ki sem tudom ejteni, aki mindig szokta mondani. Aurelius? Nem Aurelius. Antoni Banderas. Van egy srác, Zsoltékkal szokott játszani. Lehet, hogy Aurelius. Nem Aurelius, nehogy is. Antonio Banderas. Nem,
Aurelius. Szerintem Aurelius. Ő mindig live-ba lecsesz, hogy ha nem csinálom. De nagyon jogosan egyébként. Figyeljenek be. Drifting. Na, szórjuk ki a maradék kacatot, cuccokat, megyünk. Egy nyugatos küldetés jó lenne. Innen ugye nyugatra van a Z-drop, még jó, igen, 400 méterre. Na, látod ezt, mekkora király ötlet volt? Ezt meg együk meg. Júzoljuk, ezt is megesszük, mert béne. Tök jó, tök frankó vagyunk, oda nézni. Jó, becekli, ezt vegyük be. Hello Jerry, meggyűjtem! Deal. Egyébként nem tudom, miért van üzemanyag tartályadon a biciklin, de oké. Okay. Van rajta egy ilyen, nem tudom, ilyen Simpson tankja, az nem az. Hello tesó! Kezd körekem, ilyen magazinok. Úgy, ez kell. Kipőrnek, ez nagyon jó. Sokat szeret olvasni. Én egy ilyen intellektuál faszi vagyok, úgyhogy első, valóan ilyen partit soha nem találná Jerry. Úgyhogy így gondolkozzá. Nyugatra! Nagyon messze van. Délre van. Jaj, az nagyon messze van. Jó, akkor lesz az. Aztán majd valami lesz. Ez megint arra van. Figyeljetek, útba ejtsük azt a idejét. De mondjuk, várjál, hadd gondolkodjon a képer. Már kitalált egy olyan dolgot. Hol van? Aha. Viszont a bázisunknál van, ugye a bázisunkon túl van egy kicsit, úgyhogy inkább, hogyha megyünk haza, akkor érdemes. Ebben nézére. Még mindig nem csináltam meg a izémet, az armoromat. Várjál. Basszus, Aurelius amióta ezt mondta, azóta folyamatosan ezeket nézem. Postáldát meglátok, már hallod? Ugrok ki az autóból. Ha lenne autóm, de nincs. Jó. Szuper. Nincsen valami kávé? Legyen egy kis kávé is. Ja, nem tudok inni. Hallod? Ezek nem valami, nem valami. Én 10 évesen tudtam inni a biciklin. Nem valami profi biciklista ez. Nem gyerekek. A nyitott postaládában nincsen, mert körülbelül elmentem nyitott postaládához egy csomó szóval. Figyelj, a rendőrség is itt van, vagy kiszálltak. Kiszállt a rendőrség. Az autóból. Na, nézzük, mi ez a hely. Na, mi ez? Mi ez? Hú, ez valami dog. Mi a... Jújjúj, ez mi ez valami? Animal hoarder. Tudnám, mit jelent a hoarder? Jajjaj, ezek ilyen izé, mi ez? Hát akkor itt lesz kutya bőve, mi? Azt a kurva élet. Gyerekek. Kutya! Még a homokot is kiütöttem olyat, mellé vertem, hallod? Ez lehet ilyen sintérterem, vagy ilyesmi, nem? Kukucs? Vagy pedig ilyen, a kurva életbe. Azt a betyár, öcsém, ez a morgás azért. Szerintem akármilyen szintű vagy, az a kutya morgás, kutya az mindig a szívra volt kapja. Ezt kap az ember. Ebben mi van? Figyeld, marhakaja. Ebben mi lesz? Erre kíváncsi vagyok. Kukorica! Ez jó! Ez jó! Egy darab kukorica, mondjuk lehet, hogy nem túl gazdaságos szemenként tárolni a kukoricát a zsákba. De azért én elhiszem, hogy az jó. Oda nézd, szét is ütöttem. Ez viszont tök jó. Ebben mi van? Ebben clay. Ez föld, ez ilyen izé, virágföld, gyerekek. Rohadt jól meg van csinálva, hogy ilyen is van. Ez is virágföld lehet, úgy látom, ugyanolyan. Ne, nem ugyanolyan, várjál. De virágföld, virágföld nem kell, gyerekek. Erre rálépek, figyeld, zombik ugranak. Nem. Ez is virágföld? Ez homok. De hogy mindenhol leszaggatták a szekrény ajtókat,
Nem tudom. Bekére egy asztalos, nem volt a városban, vagy valami csoda? Letépkedték itt a csem. Mikrosütő, mikrosütő, macskok haját megesszük, akkor nem leszünk túl terhelve. Kukucs. Jó van, benne szekrényben a mosógép. Ez egy nagy ötlet. Jó, jó, szemetet megnézem a tetején, tudom. Hely, van itt valaki? Kurva jött. Ma, mi a fasz? Azt a bétyel, bozze, 2000 a malac volt a szekrénybe. Azért ez egy kicsit túlzásnak érzem, nem? Kettős üldő mangalica meg benne a szekrénybe alapult. Hát lehet, hogy nem így kéne találni a disznókat. Meg mit tettek eddig? Vagy nem tudom. Nem úgy néz ki, mintha most lett volna a zombi apokalipszis. De egyébként ezek a vadmalacok azok nagyon kemények. Mármint így ettől megint be tudok fosni, mert tudnak olyat rád dimidzselni, hogy a szemed kiesik. De várjál, kukorica. Kukorica, majd ütetünk kukorica a gyerekek, ne viccai. Aztán akkor lesz pénz, lesz, nem pénz, hanem kaja. Valahol itt van a üze is, amit összeköszedni. 3 méterre. Bele kép mögötte. Tessék. Meg is találtuk, ennyi volt, de szerintem azért még egy lootocskát össze kéne kapni. Figyeld! Tik, ott a tik. Sniperjük egy tikot. Headshot. Kutya-butya. Ezt fogadjuk, nem tud ide bejönni. Aha. Ássa a falat ki. Hello. Hol vagy? Jó, el ki tudnék venni én. Most hol van a kutya? Azt mondja, hogy találtam itt elimelt trekket. Vagy nem találtam. Érdekes, hogy nem találtam. Mikor kutya itt rúgja a falat. Figyelj, ott az mi? Ezek egy belső fájtot lefolytattak szerintem, mert... Elősöröm, hogy az a kutya eddig bírja. Ja, hogy az él! Bazze! Ez élt! Hát nem vagyok be biztos, hogy ez fair dolog volt. Szóval jókád, vagy mi volt ez? Gyerekek, rám magamra küldtem egy 170 darab HP-reget. Na, ami biztos, ami biztos. Én meg ezt megszúrtam ezt a malacot, fölébredt. Biztos, ami biztos, tényleg rám küldtem egy olyan egészségű csomagot. Egy szakasz katonát érted, visszahozott volna egy halálból. És arra kell menni szerintem. Ez kemény volt. Tik az meg kicsit átállt a száját, vagy csőrét. Van szája Tiknak? Van szája Tiknak, de van csőre is szerintem. Na! Mi a kurva élet fosza van itt, bazd? Mi ez? Rozsomák! Hát a tökem nem sül el, bazd meg a karat... Megdöglök. Mi volt ez, bazd? Nagy izé volt, lompos parkú. Nagy állat. Halad, első halálunk meg volt a játékban. Hát erre nem számítottam, mi volt ez? Ez volt maga a csubakka. Szóval 3. Gyerekek! Backpackem környéke. Hallod, ezt meg se tudom izajani. Hágni ezt a csávót így. Mi lesz ez? Mi, hol vagyok? Mi történt? Gyerekek, ez kemény gyerek volt, nem? Ezt mivel fogom megölni? Azt a bötyár, hallod? Hát gyerekek! Tisztem volt egy kicsit erős? Be neki megyek izével? Egy szám baseballzű tölve? Hát leverem, mint maka porrat, ne vicceljél. Mi az az? Jó van, te neked meg most kellett kigyűlölni, érted a tornácra. Hallod? Ez egy kicsit vad volt a gyerek, nem? Mi volt ez a nagy debil állat? Hát úgy meg hágott, azt se tudtam, hogy merre van előre. Mik ezek a hangok? Basz, nincsen cuccod.
Ami azt jelenti, hogy úgy értem, hogy nincs nálad semmi, körülbelül rendesebben vagy szarva. Na figyelj, ide meg kéne mennem vissza. Hát ez jó buli lesz. Ott van benne az izé, a hegyrém. Kutyáma jobb. Hát ez rendesen megtorráztatott, mi? Hallod, beelőttem egy... Mi a fasz történik itt? Mi van itt? Jó. És még hallod, még izém sincsen. Lámpacskunk se. Ja, itt lesz a gyerek, na. Fú, lopakodva. Megnézem magamnak, ki volt ez. De ez úgy faszra húzott, azt se tudtam, merre van előre. Ezzel megpróbálkozzam, hogy hárba húzom. Mi volt ez? Hova tűnt? Várjál, cuccomat ki kéne lopni az ablakon. Meghal? Ott alszik, bazd meg! Hát mi ez? Ez nem is... Én azt hittem, ez a farkas, de ez rohadtul nem farkas, hallott, tesó? Meg nem is medve, ez valami csoda légy. Tényleg még biztos vagyok benne, ti sem láttatok. Hogy vagyok? Mi vagyok? Mikor vagyok? Figyeld! Na! Ott az íz, hogy szendereg a csávó. Hú, gyerekek! Hát de mi ez? Ah! A kurva élet basszom meg téged! Mi a büdös fasz volt ez? Mi ez? Ez rohadtul nem medve. Nem csodatlan volt lutta öcsém, ez ilyen boss volt kb. Mit lehet ebből kinyerni? Valamit nem lehet? Jó, van itt meg nyugtalankodik ez a kozaliz a zombi. Hallod, rendesen befostam. Komolyan mondom, gyerekek. Jó, itt meg idő van. Duajkodnak a gyerekek. Jó, menjünk, bazza. De hát szarra vagyok terhelve. Ne, ott meg ott a csávó. Hát komolyan mondom, mi történik a gyerekek? Hallod, ez akkora szopatáshely volt. Félő, hogy be fognak jutni, akkor meg engem... Epofoznak rendesen. Menjünk fel a létre. Ujjaj. Gyerekek, itt a baj lesz, már most látom. Megtörtént a baj, meghaltunk gyerekek, nem? Mondjuk megmondom őszintén, azért ez kicsit kemény dolog volt. Nem számítottam erre, hogy így fogunk megdögleni. Jó, annyi baj legyen. Annyira nem zavar egyébként, de most halál komoly. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ezt csak úgy mondom, de nem úgy mondom. Hát utóbb ide bejutnak ezek. Ez csúnya világ lesz. Na! Egyébként a legnagyobb cigány dolog, amikor a létrát egyből a fal szélén rakják. Jó. És akkor még itt, még ide föl lehet venni, oda föl lehet üdögelni, ha gondolod. Ja, szarrá vagyunk terhelve. Az mi az a hely? Katonai bázis, ja, az katonai bázis, jó. Ide föl tudsz ülni, aztán akkor itt a jó világ van, mi? Jó, a gyerekek, megyünk. Beceklit megkeressük, el van törve lába, elvileg van valami, pont volt valami ilyen lábtörés elleni felszerelésem. Valahol le kéne jutni. Itt a gáztartály környékén. Úgy. Aztán verjük neki. Hát gyerekek! Csúnya volt. Komolyan mondom, nem vagyok boldog. Ja, most kaptunk egy ilyen XP penalityt, vagy milyen franc, ami ugye, ha még nem megy le az XP csíkon lévő piros valami, addig ugye nem kapsz XP-t. Ilyen bünti-bunti van. Na jó, annyi baj legyen. Jó, nem volt annyira vészes, de ez a, nem tudom mi volt, ez az újabban a zombi medve? Ezt is hát ki tudom nézni ebből a játékból, de azért egy kicsit olyan unfair volt, basszus. Hát hány tárat belengedtem? A harmadik tártól döglött meg. Hol a... Ja, ott a Jenny arra. Jó.
Ha már, ja, csak nem tudok, most túl vagyunk terhelve. Jó, nem olyan nagy gáz, ennyi baj legyen. Jó, viszont az ilyen tök, hogy mondjam, immerzív volt? Mármint ilyen, olyan élmény volt, ami így tök beleillik a játékba, hogy vagy van itt egy ilyen, és aludt, basszus, meg a vadisznó is aludt. Hát mekkora izék vannak, mekkora szivatások vannak. Vadisznónak megbögtem hátát késhez. Jaj, de jó. Jaj, jó. Itt, várj, ezt meg leszkreperem, mert már nem köl. Ugye? Ezt mondjuk nem által open-elnem, azt akkor megtanulom. Megtanultuk a láma futtatást, meg a cségót, úgy láttam. Valami olyanok voltak. Pipe Machine Gun Quality 4. És ez egyébként ilyen pipe cuccokat valaki gyárt. Nem tudom átérezni, hogy azt nagyon szükségeltetik-e bárkinek. Nem volt nekem egy ilyen bekötöző, milyen sírem, de volt. Használjuk már. Oké, aztán akkor valamit még. A pénzt azt eladom. Jó. Jó, ott van egy ilyen piros csink, most ugye az XP-t csikunkon elvileg. Az úgy működik, hogy azt ugye kapod az XP-t, csak azt le kell dolgozni, utána megy tovább az XP, vagy valami ilyesmi. Én úgy tudom értelmezni ezt. Ezt remélem, hogy jól is értelmezi a keeper. Na. Favágó mód. Fákra nagyobb divics. Az viszont egy eléggé baba dolog. Figyelj, lehet, hogy ezt elorozom. És akkor berakjuk a izenkbe, a favágónkba. Csak lehet, hogy egy darab módot lehet? Nem, kettőt. Jaj, de jó. Tök jó. Most már van izére, store-ra is, meg fára is ebbe. Úgyhogy ez tök frankó weapon lett, vagy túl lett. Igen, ez jó lett. Va, taruljuk még már meg, vagy kérjünk egyet ki. Ja, basszus. Mi ez? Új, még egyet kaphatok. De jó. Gondolom azért, mert eljöttük, nem tudom, 20-an vagy valamit. Egy ilyen workbench-et mindenképpen adjál nekem testvére. És még valami sem volt. Igen, ugyanazok vannak. Lehet, hogy holnap akkor más lesz. Lett egy workbench-ünk, ami nagyon baba. Egyébként, hogyha én itt videózok és tüsszentek, ugye mikrofonban vagyok, akkor is szám elé kell raknom a kezem. Akkor nem kophatjátok el. De mégis az emberben benn van egy ilyen reflex, nem? Ha egyedül vagy a pusztában, akkor is, ha tüsszentesz, akkor meg kölyöksz, szád elé rakod a kezed. De egyébként ez tök jó. Ez a beidegződés, én úgy gondolom. Mindjárt jobban kifejtem. Ez olyan körülbelül, mint amikor még jártam jogsira, akkor is ugye, hogy mindig sávváltásra indexelés, mindig azokat a szabályokat, azokat be kell tartani, amiket ugye, várjátok, azt kell csinálni, megmondom a frankót, hogy storage, és akkor ki kéne pakolnom bele dolgokat. Ennek is, mondjuk ennek a kalapácsnak annyi értelme van, úgyhogy ez scrappy lesz. Ezt meg use-oljuk. Na, nem adtuk el a blow-t, nem baj. Hát igen, van itt minden is, úgyhogy ezt haza kéne hordani, úgyhogy azt lehet, hogy azt megcsinálom. Meg akkor elmegyünk az airdropért, jó? Hello, mert bocs, még mindig itt vagy, ez egy ilyen ismerős arc. Lehet, hogy ezt csak akar mondani valamit, hogy vigyázzál, mert jön a vihar. Erre én meg mindig így, hello, szevasz. Ő meg... Na, megyünk haza. Ja, el van törve a lába, azt ilyenkor a futás az nem túl baráti neki szerintem. Jó, no probléma, minden oké egyébként. Ki kéne valamennyire pakolni, ezt meg kéne enni. Vissza kéne menni a cuccokért, és akkor ezt a napot így letudtuk. Jaj, el van törve lába. Jó, van, nem sokára nyugodtan lehet. Csak ugye ilyenkor növekedik az a sprinteléssel, az időintervallum, amíg gyógyulunk. Ugye nem úgy csökken.
Ja, volt gipszem is, ez lehet, hogy jobbat tett volna neki, ugye? Volt gipszem. Na mindegy. Itt, meg itt is rendet kéne ám rakni, de egyébként így most egyelőre el vagyok ezzel. Na, próbáljuk meg normálisan rakosgatni a dolgokat, viszont ezt lehet, hogy le kéne raknom. Workbench-et. Hát ezt figyelj, ezt lerakom valahol. Igazából ugye később föl is lehet venni. Jó, van egy ilyenünk is. Az azért babasi. Babacsi. Na, facuccok, gyerekek. Nagyon gyorsan nézzük végig, mert itt ezt a kavalkád van. Ezt is leszkrepelem. Ezt is leszkrepelem. Jó. Nincs egy büdös facuccom se. Kőcucc. Ez kő, ez kő. Ez is kő. Fémcucc. Ez a sörét, ez behet a fegyverbe. Egyébként úgy is lehetne, hogy ugye ezt csinálom, hogy alkatrészek. Van egy modifikációm. Eladó cuccok. Oké, meg egy rengeteg kaja alapanyagom van. Van egy kávészemem is. Vagyis kávémagom. Ezt nehogy megegyem, bazza. Fú, bazza. Annyi minden szarom van már megint, hogy ez egy őrület. Ez tök jó, hogy az összes oldalára ráírja. Én ezt nem is vettem eddig észre. Ja, ott van a fém. Egyéb szelvetlen. Oké, mechanikus alkatrész. Tudatos! Tudatos. Itt meg, nekem van olyan, amelyikben még nincs. De van lombik. Ebben van lombik? Ebben nincs lombik, legyen benne lombik is. És akkor a... Ezeket meg. Így. Jó, ezt nagyjából akkor egálba vagyunk mindennel. Ugye? Szuper. Mehetünk ki vissza. Megyünk, biciklizünk egyet. A biciklis tele van egyébként. Jaj, nem jó fele, bazza. Miért erre akarok jönni? Erre, balra. Oké. Okay. Ja, éjszaka, 20 óra 48 van, pont szerintem be fogunk érni éjszakára. Éjszaka megcsináljuk a bázist. Ugye kövünk az lesz bőven, aztán kléjünk az rengeteg van, meg ugye még akár tudok is itt szedni, szóval nem lesz gond, megcsináljuk az izét a zombivárót, a hordavárót, nem zombivárót, tudom. Ne kérem Andy Jerryhez. Vissza. Ó, a picsába. Ó, te! Keresztül mindenen. A biciklizdel se tud nagyon így. Maradék cuccot fölveszel. Nyög, minden baja van, basszus. Ja, egyébként biztos lecseszés van, hogy a izom nincs megjavítva. Az ármorom, hogy weak állapotban van. Emegyünk a... Hello, over! Tudom, jön a vihar. Nyugodj meg. Ezek a fák meg megnőnek, azt leírtjuk őket. Ja, egy ilyen tök jó, mert így azért gyorsan tudunk termelni. De szerintem ez még nem nőtt meg teljesen. Ki kéne utolni a izéket is. Vízgyűjtőt is. Ja, ide tervezek erre az oldalra egy ilyen üvegházat. Úgyhogy valami olyasmit majd kialakítunk. Ugye elvileg nem berik szét a zombik, úgy tudom. Ez most growing van még? A growing. Hát meg van egy csomó. Ó, hát meg egy ilyen biztgyűjtőt csinálsz annyit, amennyit akarsz. Esetleg a szűrőérő meg leginkább, mert akkor ugye egyből tiszta vized van, aztán nincs vele gond. Ja, az üvegház. És akkor mindent így el lehet érni föld alatt, az tök jó lesz. Tényleg jó, ennél jobb helyre nem is dobhatta volna ezt az eldroppot. Max be a bázisomra. Na, valami jó legyen, Péci. Ez jó, ez jó. Ez jó. Könyvek mindig jók. Tökéletes. Pipe pisztoly, kettes szintűt megtanultuk, nagyon csodálatos.
PvP-t is tanultunk, meg valami üzőt is tanultunk. Armor, Light Armor, Quality 3. Az jó. Medium Armor, jó. Hol van a üzőnk? Heavy Armor, Quality 3. Meg valami túlt is tanultunk, szerintem. Tudom, jön a VR. Nyugi van, Bobby. Nyugi van, Bobby. Oké, okay, megcsináljuk a izét a hordavárót. Kb. Itt félúton az erdő és a izé közé, a piramis közé. Éjszaka arról fog szólni a gameplay, úgyhogy arra készüljetek. Szerintem most lehet, hogy megcsinálom nyílre. Legyen az, hogy a következő rész az tényleg arról fog szólni, és akkor megcsináljuk teljesen készre. Ezt akkor nem kell vele vinkodnia, meg a bicikliből ki kéne szedni a cuccokat, remélem még az elfér. Ide meg egy garázs lesz, ugye akkor mind a négy részén lesz valami. Itt lesz a garázs, itt lesz a hordaváró, ott lesz a üvegház. Itt a másik oldalán is még esetleg lesz valami. Na, amit akartam, még a bicikliből kiszedni a cuccokat. Jó, mindenki is jött belőle. Az már szereti a Keeper. Bocs, a sok kölgésért, meg minden. De ez ezzel jár. Ja, mindenféle magot fogunk küldeni. Az üvegházat úgy akarom megcsinálni, hogy ugye mindenféle magot tudjunk csinálni. Kukoricát termesztünk, meg mindenféle alapanyagot, ami csak létezik. És akkor, akkor érdemes már tényleg rámenni arra a skillre. Azt írjátok meg, légy szó, hogy az melyik, vagy mindjárt ránézek. Nem tudom, rá is nézhetek ennyi erővel, jó? És akkor ott találjuk a magokat. Hogy a magoknál melyik skill lenne az, hogy... Az mi? Hú, egy csőgossz. Melyik lehet, tesó? Ez az. Hát tudja, hogy ez az. Ez az. És akkor... Jobb esély, nagyobb esélye szedsz ki izét. Várjál már, egyet meg akarok nézni. Az egyéb szervesnél. Hogy hova raktam az izét, romlott húst? Itt van? Meg lehet, hogy a másik oldalon is van. Ja, ezzel valamit kell kezdeni. Meg ez. Az üvegházat is tök megcsinálnám már. És akkor ezt, hogy tudom megcsinálni? Elvileg receptek. Aha, ilyen kell. És ezek lehet alakítani az alakját? Ezt nem is tudtam, várja, ezt kíváncsi vagyok. Ja, ilyen. Ja, meg kell nitrát hozzá, meg clay. Ez jó. Igazából nem egy veszélyes. Arra vagyok kíváncsi, hogy ennek milyen alakokat lehet. Jó, hogy lehet ilyen sarkosat. Meg lehet ilyen virágrára szerűt. Meg ilyen félbásatot. Ez jó. Ebből csinálunk egy csomót, és akkor mindent is fogunk termeszteni. És akkor azzal is tök jó, mert kaja, tényleg nem kell gondolkozni, kajára rengeteget tudsz termelni. Jó, hát itt még van egy csomó munka, de szerintem megcsinálom a zombi várót. Kipakolunk következő rész elején, azt innen folytatódik zombi váró, hornaváró készítési projekt lesz. Köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, és bocsa sok kölgésért, tüszögésért, meg mindenért. Sziasztok!